Sziasztok fiúk, lányok, üdvözlök mindenkit! Itt vagyunk egy pahnyi tagatós videóba. Itt van 51 dal a pakkom, amit összegyűjtöttem egy hónap alatt. És akkor ezeket fogjuk kibontogatni. Ilyen kis cuki kis zákokban vannak. Ilyen kis zacik, és akkor szét kell húzni. Nem is tudom, melyikre kezdjünk. Kezdjünk ezekkel, mert úgyis kevés van. Nézzük, mi lesz az első pakba. Szépen húzzuk. Ó, nagyon fehérlik, kinyílik. Ó, mit az a zene van. Na mindjárt nézzük a kártyából is, mi fordul ki. Úristen! Úristen, egy szálm lett. Egy ilyen szálm. Villám van benne. Most ideként is szagadt az eső, láttam ilyen villámokat a felhőkből. Jön a következő. Úristen, ez már lila zák, ez már lila. Én ezt nem merem kinyitni. Lila zák, nézzük. Úristen, micsoda luha! Ja nem, nekem van már elit skin, nem? Én nagyon elit vagyok, én nagyon elit. Úgyhogy ezt nem fogjuk használni, de amúgy nem néz ki olyan losszul. Egy kicsit olyan pulitán, de amúgy jól néz ki. Jön a következő. Úristen, ez is lila. Kedvenc színe. Ja, nem. Úristen, micsoda fegyverskin. Hát ez fekete-fehér. Nem is tudtam, hogy már a Modern Call-ban még ilyen fekete-fehér szalokat is csinálnak. Úristen. Hát, majd megnézzük, hogy van-e jobb skinem rá. Jó, jön a következő. Úristen, ez megint egy lila. Úristen, nagyon epikek ezek a zenék. Úristen, micsoda uniformis. De sajnos elalkalak tele, és megvan az elit. Ó, nagyon kellek neki, nagyon kellek. Kellek a popóla. Jöhet a következő. Ó, ez már csak egy kék. Megyek kilok panaszt a supportnak. Hát, ez egy eléggé szallos uniform, fekete-fehér ez is. Hát, látszik, hogy kék és nem lila. Na nézzük. Valószínűleg az utolsó. Úristen, ez is csak egy kék. Na hát, megvan az egész szettünk most már el a pulla. Meg szerencsé, hogy utálom ezt a karaktert, úgyhogy nem kell használnom. Na jó, nézzük meg a sima pakkok közül 5 dalabot, utána megnézzünk ebből 5 dalabot, utána vissza ebből 5 dalabot, utána vissza ebből 5 dalabot, és akkor úgy jó lesz. Na nézzük 5 dalabot. Úristen, már egy kékkel kezdünk, úristen, izgulok, jaj. Egy angol zászlós puszka. Nem néz ki losszul. Megnézzük majd, hogy Ella van-e jobb skinünk vagy szám. Szét megnézzük most. Látom Smoke és Nök. Úgyhogy megnézzük előbb Nökle. Majd elég csak Nökle megnézni, hogy van-e jobb skinünk. Jelenleg ezt a szezonálisat használjuk. Jobban néz ki szerintem ez a szezonális. És nem azért mondom, hogy mennyire farmelemben vagyok. De itt a Diamond Skin nem is. Megvan a Diamond Skin nem is. A 90 ezer linó pontot kellett összegyűjteni, de ezt már meggyűjtöttem. Úgyhogy marad ez a szezonális skin. És azért még dicsekedek egy kicsit. Nekem megvan ez a takarító nőszínök skin. Hogyha neked nincs meg, hát akkor sajnálom, de béna vagy. De hát ha kinyitott egy szíz, akkor majd profi leszel, jó? Na. Akkor még 4 alappakot kinyitunk az alappakok közül. Ez akkor hát, ha lesz valami alanyos, ez megint egy kék, jó, mint a fehér. Nézzük. Duplikátus, kitakaktus. Ez nem jó, full, nem szeretjük. Van helyett a fehér. Látszik, hogy fehér, mert nagyon cöveszkin. Jöhet a következő. Úristen, ez is ilyen fehér színű. Úristen, Gyuli. Hát ez egy ilyen szexuális headgear.
De amúgy jól néz ki, szép a szemüvege, jó ez a színát, mert nekem tetszik. Szépen be van fonva a haja is, bár egy nullás géppel én átmennék rajta. Jó, még akkor egy pakkot kinyitunk ebből. Úristen, nagyon epik fehél. Hát, megkaptuk ezt a csodálatos headgill, de amúgy ellen van egy jobb headgillem. De legalább nem ázik el, hogyha szakad az eső. Jó, akkor most ebből nyitunk ki 5 labot. Ez ilyen felülnyitható zák. Úristen, az elektromos leopárd, leopárdskin. De én nekem nem ez kell, én nem ezt szeretném. Jön a következő. Úristen, egy pillangós revolver. Úristen, hát ez nagyon, nagyon epikus, nagyon epikus. Ezt majd lehet felszelelgetem majd, amikor játszok azzal a kalaktallal, amivel kell. Úristen, megint egy lila. Nagyon lilák vagyunk. Úristen, hát egy ilyen kis puncos skin. Nagyon, nagyon jó. És nézzétek, milyen jó kis cukája van. Mint a Hello Kitty, olyan jó kis cukája van. Na, nyisszunk ki még kettőt. Úristen, ez már csak kék. Úristen, megvan a póni. Úristen, most már villoghatok a balátainak a pónival. Na, még akkor kinyitunk egyet, és akkor visszamegyünk az alapakokra. Úristen, hát az angol zászló mellé megkaptuk ezt a szép leopárd mintázat is. Szerintem majd ezt fellakjuk, ez jól néz ki. Jó, akkor most ebből nyitunk ki megint 5 darabot. Úristen, ez egy kék szín. Úristen, nyugodjak meg és flashbangeljek. Úristen, hát ez annyira epikus, fellakom mint az összes fegyverre. Ja, jó, nem. Úristen, itt a következő, ez is kékszínű. Úristen, elszakadt. Na hát ez egy univerzális kanálik. Festés, most már szép szárgába át tudok feszteni minden. Lássuk a következőt. Úristen, ez is egy kékszínű. Úristen, egy lukcibi. Olyan cuki, mint én. Látjátok, kis üvegplexie van, ami oldalról így elég látszódik, csak megtelik rajta a fény. De kis nagyon kis cukorból szó. Úristen, egy lila színű. Megnézzük, hogy ez milyen lesz. Úristen, hát egy ilyen bölmintáz, ott van rajta a szaszmadál. Egy kicsit ilyen a második világháborús skin ez. Látszik, mert IQ kapta meg, aki ugye német. Na, nézzük még egy pakkot. Úristen, hát ilyen pöttyös rózaszín ez, kékes, liláz, minden ez. Úristen, jaj, vissza rosszul kattintottam, jaj. És itt meg is van a pak, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet. A többi pakkot hagyjuk készülve. Nem, amúgy csak vicceltem. Most már így abba hagyom ezt a buzis beszédet, úgyhogy köszönöm szépen, hogy eddig is megnézted. Lememelveszted ezt a buzis beszédet. A többi paknyitás már nem lesz ilyen izgalmas. Na, egy újabb lila. Na, ezt a fegyverszként ezt akartam. Ez ilyen Kappa Plaidos lózaszín tökéletes, úgyhogy ezt még amíg el nem felejtem, fel is rakom. Mert azt hiszem, hogy a szezonális van fent rajta, ja. Úgyhogy egyértelmű, hogy a rainbows kell, és akkor mellé egy ilyen kis színes. Hát, hogy legyen ez, jó lesz az. Jó, és akkor gyorsan felrakjuk a kapkanra is, és akkor megyünk tovább.
Bocsánat, hogyha szipogok, csak egy kicsit tele van takonynal az orrom. De amúgy sem bajom, nyugalom. Meg majd kommentbe várom, hogy mennyire tetszett ez az elején ez az elhülyéskedett paknyitásos cucc. Gondoltam, hogy egy annyira unalmas ez, hogy 50 pakot kinyitok, így egy kicsit elszórakozom az elejét. Hát, ezt a skin nem fogjuk használni. Úristen, egy legendás, na nézzük, melyik lesz? Úristen, Princess Blackbird. Jó, hát ezt alapon most azonnal felrakjuk. És hát, hogy ezzel húzom az időt, csak így... Az a baj, nem lehet azt csinálni, hogy egyből izé felrakod a skint, amit kapsz. Pedig úgy az tök jó lenne. Úgyhogy most már meg ez a szexuális Blackbird. Nem egy két pak. Utána visszatérünk az alapra. Na. Most már megvan montányra erre az a pajzs skin. Igaz, montányra nem szeretek játszani, de legalább megvan. És még egy legendás. Úristen, megvan a tacsanka fejes. Hát ez volt minden vágyam, hogy ez meglegyen. Úgyhogy ezt is gyorsan berakom, amíg el nem felejtem. És azt hiszem erre még az uniform is megvan. Így van. Úgyhogy megvan. Megvan a kornis tacsanka. Akkor már mondtál, hogy is felrakom azt a shieldet. Nem hát gír. Jó, és akkor, ha jól számolok, akkor így van. Jövünk az alappakokra, most járunk a felénél. Úgyhogy akkor nézzük az alappakokból megint ötöt. Na és így lila. És szerencsé, hogy ezt a csármot megvettem. Azt a kurva eget, de jó vagyok. Nem baj, tudunk venni még egy pakkot. Úristen, hogy néz ki ez a headgear? Hát ez nem veterán fusilier, vagy micsoda, hanem vietnámi. Esküszöm, a vietkongok használtak ilyen headgear. Na, következő is egy lila. Ez a valkőre amúgy nem is olyan rossz. Ez egész jól néz ki. Bár erre is ugye az elitem megvan, úgyhogy az fog maradni egy darabig. Jöhet a következő. Ez egy kék lesz. Ugye azért van ennyi lila meg kék, mert ugye a Battle Pass-ből kapott pakkok vannak. Hát egy ilyen homok fut pajzs fuse-hoz. Hát talán majd egyszer felekvippeljük. És még egy kék. Ja, most úgy tűnik ez ilyen shield skines dolgok. Ez a skin amúgy nem néz ki rosszul. Ezt szerintem fel is rakom gyorsba. Itt vagy blitz. Szerintem úgy ez néz ki így a legjobban. Szerintem ez tök jó. És akkor... Ebből van még 10, abból is 10. Akkor kinyitjuk ezt a 10-et, és utána pedig az alapból a 10-et. És akkor végig is a videónak. Jó, most már Blackbird-re megvan a Princesses fegyvers skinis. Úristen, tacsankában megvan minden. Jaj, de jó. Úristen, de jó, jaj, de jó. Hát akkor most ezt gyorsan felekvippeljük. Jó, meg akkor Blackbird-re volt a fegyverskin. Hát jó, mint ez a Devrajz, vagy micsoda.
Tachanka. Haha, mekkora szó is ta? Chan. Na most már a pillangó is. Na, legendás, legendás. Úristen, megvan a party animal headgear is. Na most már akkor a smoke-unk is fullos. Bár az elitje az még mindig jobb, úgyhogy az fog megmaradni. Úristen, megvan az álomluha, álomluha. Ezt kéne Blackbird-re felrakni. Na, megvan a másik fegyverére is a princesz. Még egy legendás. Na, most már megvan a pillangós headgear is. És ebből a kollekcióból 20/21, úgyhogy szerintem most ki kéne nyitnunk az utolsót, ami még hiányzik ebbe a kollekcióból. Na, most már tényleg megvan a teljes szett. És így kinyitottuk az összes pakkot, megvan az összes skin, amit ebbe árultak. Úgyhogy a montányt azt akkor hát is alakítjuk szépen. Szép feltűnőre megcsináljuk. És kész is. Nem tudom, hogy ez az uniformán néz ki jobban, vagy ez. Nem jó lesz ez így. Jó, és akkor 10 pak maradt hátra. Ezek a sima alfa pakkok. Szerintem ebben lehet lesz legendari is még, de majd meglátjuk. Kapitaóra egy ilyen olivazöldes fos uniform. Hát szerintem ezt nem fogjuk felrakni. Na most már van az univerzális lila fegyverszkin is. Úgyhogy most már ezt is tudjuk használni. Egy epikus fehér. Ami duplikét. Jaj de jó, örülünk neki. A banditre is megvan a csip, és ugyanúgy a plexi az alig látszódik. De most már ilyen csibikkel akkor teli leszünk lassan. Hát ez is sajnos egy duplikét. Ez a fegyverszként nem is néz ki rosszul. 9 mm musztás kaliberű Made in Italy. Úristen, ez egy 9 mm-es bajusz. Na majd megnézzük, hogy van-e jobb fegyverszkin, vagy akkor ezt feltesszük-e. Chimera. De itt is ilyen jóféle a szemüvegének a színe. Bár ez a sapka, azt nem nagyon tetszik rajta, nekem nem tetszik a mintázata és a színe. Na hát, most már megvan a magas station, most már nem vagyunk alacsonyan a stationbe. Hát nem tudom, képen jobban nézett ki ez a csár, mint így valójában. Na, egy digitál flóra. Hát itt ez a felső test része, meg itt alul, ez ennyire nem rossz, csak ezek a digitális cuccok itt utána, ezek nekem annyira nem tetszenek. És megvan a vízi pisztoly. Skin. Na jó, akkor alibire kéne megnézni. Fegyverszkint, ugye erre is a szezonális van. Erre a skinre hasonlít ez a skin. Egy kicsit nekem. De, hogyha már kinyitottuk, akkor legyen ez. Csak ilyen színes szállítással. Úgyhogy, ja.
Akkor srácok, ennyi volt az 50 bakinyitós videó. Hogy tudjak menőzni, tessék, láthatjátok mennyi elitskinem van. Na, én nagyon gazdag ember vagyok, amúgy nem, csak vicceltem, de ezek az elitek voltak azok, amik úgy nagyjából nekem tetszettek. Úgyhogy, ja. Hát így a shopot, hogyha nézik, ezt meg akarom majd mindenképpen venni, csak sajnos nem tudom, hogy mennyi ideig árulják, mert szerintem ez a skin, ez kurva jól néz ki. Ez nekem kelleni fog. Hát nem tudom, még így nézegettem itt a elit skineket, amik még vannak. Ezen a Blackbird skinen már gondolkoztam, hogy jó lenne. Blitzen nem játszok, úgyhogy ez felejtős. Ez szerintem a Legion Elite, ez a legszarabb elit, ami készült a játékba. Szerintem nagyon ocsmány. A Capcan Elite-en is gondolkoztam, csak állítólag lesz olyan benne, hogy magát az elit animációt a saját vagy egyedi skinre is lehet majd használni, nem csak az elit skinnel együtt. Úgyhogy azt majd megvárom, mert majd megmutatom nektek, hogy a Capcanre milyen headgear-em van, bár azt mondjuk láttátok is, de az nekem sokkal jobban tetszik, mint az a elit, ami vele van. Hát Capitao elit nem annyira rossz, de ezzel se játszok annyit, meg nem tudom, fején, ez egy ekkora bubis haja van, az nem tetszik. Hát szerintem Kalinnak ez a másik, a játékban ez a másik legrosszabb elit, ami elkészült. Hát jó, a segge az jól néz ki ebbe az uniformba, hogyha így oldalról meglessük, de nem, valahogy nekem ez így nem jött be. Az Echo Elite nem olyan rossz, maga az animációja szerintem tök jó. De ez így ilyen tevepatája van, vagy nem is tudom, meg a haj is olyan furán néz ki. Ez nem tetszik, csak maga az animáció. A skin az annyira nem. Hát a Dock Elite az nekem annyira nem tetszik. Meg maga a animációja se egy nagy szem. A Tachanka Elite az amúgy nem néz ki rosszul, csak engem egy kicsit így zavar, hogy ekkora nagy hasa van, és ez így folyamatosan látszódik. De amúgy maga az animációja szerintem kurva jó. Pulse-nak magát a karaktert az a baj, hogy utálom használni is, játszani is ellene, meg szar a fegyvere, képessége se tetszik semmi, de szerintem a játékban neki van a legjobb elit skinje, vagy elit animációja, meg az a skinje is nagyon jó, mert ez a vadnyugati stílusú skin, ez nagyon fasza. Vagyis hát animáció, mondjuk úgy. Ez nekem amúgy tetszik. Ez szerintem jóféle. Hát ez a Zófia elit, ez szerintem undorító. Az animációja is. Ez az elit már jobb. Egy kicsit ilyen pusztítóféle, mint Stallone, amikor felveszi ezt a katonai sapkát, kicsit nekem arra hasonlít ez a skin. Amúgy ez jóféle skin, meg az elit animációja is jó, csak Zófiával nem játszok annyit. És szerintem Legion után ez szerintem a másik legszarabb elit skin és animáció. Szerintem ettől sokkal jobbat is tudtak volna csinálni. Úgyhogy az elitekről is ennyi a vélemény. Úgyhogy, ja, tényleg köszönöm szépen, hogyha végignézitek ezt a videót. Kommentbe várom, akkor hogy mennyire tetszett nektek ez az elején, ez az elbaromkodott féle paknyitás, és kommentbe azt is leírhatnátok nekem, hogy mit tudom én, hány pakkonként néznétek el esetleg ilyen paknyitogatós videót, vagy annyira titeket ez nem is érdekel, hogy tudjam. Úgyhogy, ja, tényleg köszönök szépen mindenkinek mindent, és akkor további szép napot kívánok mindenkinek, és találkozunk majd egy livestreambe, vagy egy videóba, meglátjuk. Sziasztok!